Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat. A következő epizódban egy sokakat érintő, foglalkoztató témával fogunk beszélni, többek között a stresszről, a szorongásról, és arról, hogy hogyan tudjuk egymást emelni, támogatni. Ebben lesz segítségünkre dr. Kalamár Hajnalka, klinikai szakpszichológus. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy meghívtál. Az az időszak, ami mögöttünk áll, az most rengeteg ember életébe aktuálisan behozta ezt a felvetést, azt gondolom, amit itt elmondtam, hogy ez a stressz, szorongás, aggódás az ott van az életünkben, a mindennapjainkban. Úgyhogy azért szeretném, hogyha ezzel foglalkoznánk, mert te azért a mindennapi praxisodban sokat találkozol ezekkel a szituációkkal, illetve most már sok-sok éve foglalkozol ezekkel a témákkal. És mielőtt belekezdünk, hadd mondjam el, hogy milyen szívet melengető volt az a gesztus, amikor néhány nappal ezelőtt megcsörgettél, hogy ha úgy fogadod olyan szándékkal, vagy olyan úgy fogadod, mint amilyen szándékkal mondom, remélem, akkor ilyen régi vágásúként ezt a gesztust behoztad, hogy beszéljünk egy kicsit előtte, mielőtt jövök hozzád a stúdióba, hogy egymásra hangolódjunk, halljuk egymás hangját. Tehát ez már egy kicsit előrevetíti számomra azt is, hogy milyen fontosak az emberi kapcsolatok, mert hogy beszéltünk arról is, hogy ezt is mindenképpen be fogjuk hozni ma témába. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert mindig úgy érzem, tudod, hogy itt szükségszerűen van egy távolság közöttünk, hiszen így tudunk berendezkedni, de beszélgetni jól akkor tudunk ilyen fontos témákról, hogyha így közelebb vagyunk egymáshoz, és hát végül is a tekintetünk, az arcunk közelhoz most is, de azért kellett az az előzetes érintés. Nagyon szeretem azt a finomságot, amit mindig behozol egy-egy ilyen szituációba, ezt a női energiát, ezt az empátiát, ami nagyon-nagyon fontos, úgyhogy köszönöm én is neked, hogy beszél. Értünk előtte meg azt is, hogy most itt vagy. Ha felvetésként elfogadod, akkor abszolút azzal nyitnék, hogy ugye van egy kettős természetünk, egyfajta megközelítésben igényünk van a biztonságra, és igényeljük a bizonytalanságot is, a kiszámíthatóságot is, a kiszámíthatatlanságot is. Most egy picit a mérleg nyelve az elég elment a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság irányába az elmúlt nagyjából másfél évben, és én azt gondolom, hogy nagyrészt ez indokolja azt, hogy most tényleg fokozottan érezhetjük azt, hogy nagyon sokaknál ott van az aggódás, a szorongás, a különböző félelem, különböző megnyilvánulási formái. Te mit tapasztalsz akár a rendelőben, vagy akár globálisan is, hogy látod a mostani helyzetet? Valóban ez egy nagyon furcsa húzd meg, erezd meg játék, mert talán visszatérhetünk később erre, hogy így alapvető létszükségletünk az együttműködés, a találkozás, a biztonságos kapcsolat, és ez a pandémia pontosan ezt akarja tőlünk elvenni. Nyilvánvaló, hogy a virtuális térben való találkozások nem adják ugyanazt az érzést és élményt, mint amikor közvetlenül találkozunk. A kinesztetikus élményeket van, nem adják pontosan vissza. És hogy miközben úgy érezzük, hogy ez az izoláció megfoszt egy alapvető szükségletünktől, aközben meg a félelem, az aggódás, az meg pont arra instruálod belül a fejünkben, hogy jobb a távolságtartás, ne menjünk közel, meg tudjuk mihez beszélni telefonon. Nagyon fura élményem volt, hogy például egy diagnosztikai tanfolyam, amire már több éve járok, csak azért, mert szakmában mindig tanulni kell, és nyilván találkoztunk, illetve havonta egyszer, és amikor már újra lehetett találkozni, fura módon mindenki azt választotta, hogy Zoom-on online jelenlétben folytatja a tanfolyamot. Pedig már nem volt kötelező, de valahogy elkezdtünk hozzászokni ehhez az izolációhoz is, pedig ennek hosszú távon nagyon komoly ára van. Ebben biztos vagyok, mégis valószínűleg ilyen komfortzóna beli dolgok is lehetnek, hogy nem kell utazni, tehát hogy egy picit átformálódott a világ, de arról is beszéltünk itt néhány nappal ezelőtt, hogy teljesen más hormonok termelődnek bennünk akkor, hogyha együtt vagyunk, és ezek a régi törzsi ösztönök, amikor az volt, hogy a tábor tűz körül ültünk, akkor ezek újra előjönnek akkor, hogyha egy közösségben vagyunk, ha egymást támogatjuk, és ez az online téren keresztül semmiképpen nem jön át. Nem baj, egy kicsit távolabbról indítom, de egészen ezt a nyugodtan, témát, hogy nem. Mert hogy ebbe szívesen elkalandozom egy picit, tudnélik, ez az együttműködés versengés kérdés. Én úgy gondolom, hogy most vagyunk egy ilyen teljesen ambivalens állapotban ezzel kapcsolatosan megint. Menjünk Darwinig csak egy kicsit oda-vissza, hogy ugye ő az 1800-as évek közepetáján, ha jól emlékszem, dátum nem annyira fontos, hozta be ezt az elméletet, hogy harc van a természetben,
életben, és hogy aki erős, az győz, az marad életben, és hogy a fejlődéshez ez szükséges. Na most, hogyha egy nagyot lépünk, akkor valahol a 70-es évek közepén mennyi idő telt el azóta a Darwin meg a 70-es évek közepéig, amikor már a kutatások, a génsebészet, a génkutatások olyan szinten voltak, akkor találtak egy úgynevezett önző gént. És akkor kialakult az embernek ez a biológiai képe, hogy akkor az ember alapvetően egy önző tendenciákat képviselő lény, és hogy ez az önző gén, ez a haragot, a gyűlöletet, a féltékenységet, és mindenek előtt a versengést is az emberbe így felkelti, felerősíti pontosan. És hogy elég sok időnek kellett eltelni, hogy egy másik fajta ilyen neurobiológiai kutatási eredményrendszer, ami ott volt feketén-fehéren, ami viszont azt bizonyította, hogy egy fenét. Szóval, hogy az embernek az alapvető létezéséhez hozzátartozik az együttműködés. És ezt nem egy ilyen szép pszichológiai rózsaszín megközelítésből hozták be, hanem kőkemény neurobiológiai kutatások bizonyították. De nevezetesen, hogy van egy úgynevezett dopamin tengely, a beépítve az egész működésünkben, középagy és érzelmi agyhoz közel, mindegy, ennek a tájékán, és hogy ez a dopamin rendszer az, ami hormonális szinten felelés azért, hogy kellemesen érezzük magunkat, hogy kezdeményezők legyünk, és nagyon érdekes, hogy a célorientált tevékenység is ehhez kötődik. Tehát, a sikerélmény is, amikor ezeket megéljük. Abszolút. És hogy ez a hormonszintünk, ez a dopamin, az endogén opiátok, az oxitocin, egy csomóféle emberi tevékenységet, még a szexuális tevékenységet is, ők segítik elő, hogy megfelelő legyen, és hogyha ez jó szinten van a szervezetben, akkor létrejön ez az egyensúly. Jól vagyok magammal, és jól vagyok az életemmel, amihez hozzátartozik a környezetem. Valahol úgy tanultam erről, hogy ebben vannak olyan egyéni hormonok is, és vannak társas hormonok is. Pontosan. Mert hogy vannak szerintem nagyon jó kitalálva az egész világ, vagy a működés ilyen szempontból, hogy vannak olyan hormonok, amik viszont csak akkor termelődnek, hogyha közösen teremtünk valamit. Például a szerotonin, ami tipikusan egy ilyen társas boldogsághormon, és hogyha egymást segítjük, egymást emeljük, akkor aktivizálódik igazán. Szó szerint így van, Péter, és szerintem ez annyira izgalmas, hogy egy ölelés, vagy egy elismerés, egy dicséret, amit a másik embernek kimondok tőlem, hozzá, akkor az azonnal emeli ezeknek a hormonoknak a szintjét, az illető jobban érzi magát, és milyen érdekes az üzleti életre is vonatkoztatva, hogy aki bizalommal közelít a másik emberhez, és ezeket az üzeneteket küldi kommunikációba, nonverbális, verbális kommunikációba, gesztusokba, az rögtön bizalmat ébreszt a másik emberbe, de ez egy kettős lépés, mert mielőtt a másik ember bizalmat fejez neki, azelőtt neki már megemelkedik ez a hormon szintje. Ez gyönyörű. És akkor eljutok oda, amit kérdeztél, hogy viszont az ellenkező folyamat is létezik, tehát például izoláció, mert akkor, hogyha nem kapjuk meg ezeket az élményeket, tehát ha valaki elszigetülődik a többi embertől, és beleírhatjuk a karantént is, de nem föltétlenül csak ezt. Például, hogyha valaki ilyen magányra ítéli saját magát, vagy egy olyan típusú ember, aki a lehető legkevesebbet kommunikál, egy zárt rendszerben működik, introvertált, akkor nagyon kevés ilyen impulzust kap, és hogy sokkal nagyobb a veszélye a deprimációra. Magyarul, hát akkor, hogyha hosszú ideig ez a dopamin szintünk csökken, negatív spirálon van, akkor megjelenik egy ilyen értelmetlenségérzés az életünkben. És szerintem ilyet mindenki átélt. De szerencsés esetben ki tudunk belőle jönni. És ez már nincs túl messze amúgy az értelmetlenség élmény a depressziótól, vagy depresszív tünetektől. Egy apatikus állapot. Apatikus állapot, ahol nincsen kezdeményezés, ahol nincsen öröm, ahol nincsen ölelés, ahol az illető tudja, hogy valamit meg kéne tenni, de most mi értelme van, kérdezi. Úgyis olyan a világ, amilyen. Úgy örülök, hogy ezt ilyen globálisan járjuk körbe, mert én azt tapasztalom, hogy az embereknek csak egy kis része az, aki vágymotivált,
és aki azt mondja, hogy a pozitív oldalát nézi, bár van egy biztató irány, hogy szerintem egyre többen vannak, de a tömegek, azok még mindig probléma motiváltak, és azért hozom be ezeket az erős szavakat ide, hogy stressz, hogy aggódás, hogy félelmek, egy ilyen szűkülés, amit mondasz, ez az értelmetlenség, vagy mi hasznom az életben, nincs is sem szükség, semminek nincs értelme, és akkor negatív spirál megyek lefele, mert erre jobban felkapják sokszor az emberek a fejüket, a fülüket, és odafigyelnek, de a megoldás utána úgyis abba az irányba visz, megint Ralph Waldo Emerson szavaitnak eszembe, hogy senkit sem tudsz átvinni a csónakoddal a túlpartra, nélkül, hogy te magad meg ne érkezz, mert ez, amit gyönyörűen elmeséltél itt a tudományos hátterét ennek, hogyha ha a másikat emeled, akkor magadat is, és gyakorlatilag a dagálja minden hajó felemelkedik. Abszolút, és maga a fejlődés is olyan, hogy van egy látványos része a fejlődésnek, és van egy érés, és ezt a saját életünkre is le lehet így vetíteni, az én életemre is. Tehát, hogy milyen gyakran van az, hogy elkezdünk valamit, legyen az egy párkapcsolat, legyen ez valamiben egy jártasságnak a megszerzése, és hogy akkor az ember ugye az elején úgy pezseg, és hú, de jó, és csinálja, és érzi az eredményt, és az egész, hát gyönyörű, a világ gyönyörű, hogy benne vagyok ezzel a fejlődéssel, és akkor egyszer csak megtorpan a dolog. És akkor elkezdődik egy ilyen plató, egy ilyen egyenes fázis, és az esetek többségében ez egy ilyen visszaesés. És akkor jelennek meg a kérdőjelek. Nem akarok nagyon ebbe a témába elmenni, de ugye például a szerelem. De menjünk csak. A szerelem, azt mondják az okos emberek, az a teljes feloldódás, a magányérzésnek a megszűnése, az én határoknak a megszűnése, egy rózsaszín szép világ, és akkor olvastam egy ilyen mondatot, ami megrendítő, de ami így hangzott, hogy a szeretet építése az akkor kezdődik, amikor a szerelem elkezd csökkenni. Pedig ez logikus és is, igen, és valahol így van rendjén. Van, de hogy valóban az van, hogy akkor, hogyha egy ilyen nagyon szép fejlődés után megtorpan a dolog, akkor elérkeztünk egy határhoz. Mondhatjuk azt is, hogy a komfortzónáknak a határához. És a kérdés az, hogy a kételkedés lesz az erősebb, és akkor az visz lefele, és egy újabb startpozícióba visz, elkezdek egy új kapcsolatot, vagy valami mást, vagy pedig van lehetőség, és az magam részéről azt is mondom, hogy van lehetőség, és van erőm arra, hogy építsem tovább ezt a dolgot, és túljussak a komfortzónámon. És én ezért hívom azt, hogy ez a plató, ez nem a kudarcok ideje, mert hajlamosak vagyunk így hívni. Most eszembe jutott egy pillantra, de ez csak egy asszociáció, az Esther Hicks ugye azt mondja, hogy az, ami elválaszt téged a vágyaitól, az a kételkedés, mert a kételkedésnek alacsonyabb a rezgés száma, mint az, ahova el akarsz jutni. És akkor a kételkedésed az mindig lehúz, visszahúz egy alsóbb rendű régióba. És akkor vagy föltornászod magad okosan, és itt jön a tudatosság, hát vagy pedig ezen a spirálon lemész. Na igen, ez a spirál, ez ugye kétirányú, és igen. Az, hogy meg tudod először is állítani magadat, mert amikor egy negatív spirál megy az ember, akkor öntudatlanul sokszor sodródik. És ez a környezetből érkező impulzusok, amik most csőstől jönnek felénk, abszolút. Világvége hangulat, lincs hangulat, oltottak, oltatlanok, és mindenféle ilyen sokszor mesterségesen generált indulatok, amikre nagyon sokan felülnek, és akkor ez észrevehetetlenül, amit mondasz, hogy van egy ilyen tudattalan folyamat, ami miatt ez így megyünk lefele, és nagyon sokszor, a newtoni törvények alapján is, először, amikor megállítom egy ellentétes erő, vagy hó, én ezt nem akarom. És ez sokszor nagyon erős tudatosságot igényel, nagyon sokszor oda kell, hogy figyeljünk erre. Azért is örülök, hogy itt vagy, meg azért is örülök, hogy beszélgetünk erről, mert többször említetted a komfortzónát, mint kifejezést, mint értett okokból divatos és használt és sokat használt kifejezés. És szeretném, Hajnalka, hogyha arról beszélgetnénk, hogy hogyan tudom saját magamat megállítani ezen a lejtőn, egyrészt felismerni, mert a diagnózis az már ugye egy nagyon fontos dolog, hogy tegnap tartottam egy előadást, és az villant most be, amikor azt mondtam, hogy ugye van egy jelenség, hogy egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, és ennek a gyökeréhez most nem mennék vissza, inkább a csapdájához, hogy beleszaladunk abba, hogy találunk olyanokat, akikkel összehasonlítva magunkat rosszabbul érezzük magunkat. Azért mertem azt mondani, hogy ez egy zsákutca, hanem sokkal célszerűbb magunkhoz hasonlítani magunkat, megnézni, hogy mondjuk többet mosolyogok-e, mint egy évvel ezelőtt, többet olvasok-e, jobbak az emberi kapcsolataim, mint egy-három-öt évvel ezelőtt, ennek látom értelmét.
és mondtam egy erős dolgot, amire a közönség, hát a szemléletükre láttam, hogyan reagált, hogy mondtam, hogy vedd elő a tavaly előtti fényképeidet, és nézd meg, hogy a tekinteted mit üzen, hogy mennyire tetszik az, amit látsz. És ezt most azért mondom, mert ez a lejtő, igen, ez begyűrűzik a tekintetünkbe, az arcvonásainkba, a gesztusainkba, a szokásainkba idővel. És az a kérdés, hogy te ezt hogyan látod, hogy mondjuk ez a plató, vagy ez a, amikor ezen elindul a lejtő utána sokkal inkább, legyen szó egy kapcsolatról, vagy a magunkkal való kapcsolatról, az egyik legfontosabb, hogy hogyan lehet ezt jól felismerni, hogy hol tartok most én ezen az úton, és a komfortzónámból hogyan tudom kipöckölni magam, hogy elkezdjek ebből a lejtőből megállítani ezt a folyamatot, és visszahozni magam abba a magasabb rezgéstartományba, ahol megint jobban érzem magam. Hát én úgy gondolom, amiről te nagyon sokat beszélsz, és én nagyon szeretem, hogy használd ezt a kifejezést, hogy pszichoedukáció. Mert hogy valóban arról van szó, hogy szükség van arra, hogy minél inkább tudatosítsuk a környezetünk számára, és önmagunk számára elsősorban, hogy ez a folyamat valahova visz engem. És hogy az a kérdés, hogy merre tartok, úgy, ahogy mondtad. És ehhez kell önismeret, és ehhez kell megvizsgálni saját magam, de ahogy elmegyek időnként fogorvoshoz meg egy orvosi kontrollra, a saját pszichémet is jobban kell lássam, hogy pontosan hol tartok ebbe. De most a komfortzónát többször emlegetted, hogy ugye a komfortzóna az nem azt jelenti, hogy komfortos az a terület, hanem azt jelenti, hogy nagyjából tudom, hogy ott hogy működik az életem. Na most eleve ez a pandémia miatt meg van kérdőjelezve, mert hogy semmit nem lehet alapvetően tudni. Tehát, hogy maga a jövő bizonytalan. És hát a pszichológia is azt állítja, hogy az egyik legerősebb feszültségkeltő tényező a bizonytalan. Amikor nem tudom, hogy mi következik. Tehát a komfortzónámat az jelöli ki, ameddig tudom, bejósolhatom, hogy mi következik. Addig és ismerős. Ahol addig ismerős, a rossz is ismerős, a jó is ismerős, jártam már ott, tudom, hogy ez hogy működik, és utána van a bizonytalanság. Na most ez izgalmas, mert ugye a félelem az egy szükséges dolog az életünkben. A félelem biológiai szempontból is megóv minket. Túlélés. Kockázatos helyzetektől. És nem csak a medvétől old meg, ahogy mondják Székelyföldön, hanem adott esetben másfajta gonoszságoktól is. Na most, akkor, amikor a komfortzóna határához érkezem, ami nekem ismeretlen, akkor elindulnak ezek a tiltó figyelmeztetések az agyba. Ne menj tovább, veszélyes. Ne menj közelebb, ez neked nem tesz jót. Ne jelentkezz be arra tanfolyamra, az ki tudja, hogy mit hoz. És akkor kitalálunk alibiket, tehát, hogy miért nem. Racionalizáljuk pontosan. Ez egy ilyen, igazából régebben ezt kudarckerülő magatartásnak neveztük, amikor valami olyan történik, ami számomra ismeretlen, vagyis félelmetes, akkor kitalálok felnőtt módra egy ideológiát, hogy miért nem megyek ott arra, hát nem nekem találták ki, én nem vagyok olyan típusú ember, de ez nincs hozzá közöm, fogadj el úgy, ahogy vagyok, mondjuk egy párkapcsolatban, én nem olyan vagyok. És akkor itt vannak ezek a tiltó mondatok, amik visszazárnak a komfortzónánkban. És a félelem egy másik szempontból addig ül a nyakamba, ameddig szembe nem nézek vele. Hányszor van az? Biztos te is találkoztál vele, hogy egy ember újra és újra ugyanott koppan, ugyanott veri be a fejét a falba. Ezek az elakadások, hogy így már harmadszor jár rosszul egy kapcsolatban, mert hogy mindegyik hasonló, mindegyikkel ugyanoda megérkezik, és ilyenkor azt gondolom, hogy mikor veszi észre, hogy neki itt dolga van. Mi a közös nevező ezekben? Pontosan. Megtalálni a hasonló dolgokat, és akkor kiderül, hogy ott a félelemtábla, és hogy akkor ezzel valamit neki kezdeni kell. De hanem, ez nagyon fájdalmas tud lenni. Nagyon. Tehát amikor projektálok, nagyon. És egyfolytában nagyon. Azt mondom, hogy ő is hülye, meg ő is, és aztán azt mondom, hogy érdemes lenne megnézni, hogy nekem mi dolgom van ezzel? Vagy például egy nő. Hányszor van az, hogy valaki belemegy újra és újra olyan kapcsolatokba, ahol bántják. Férfiaknál is előfordul, de valahogy úgy érzem, nőknél ez gyakori. Valahol azt olvastam, hogy most már közel 50-50 az abúzus igen, a két nem között. Fejlődünk.
Igen. És hogy valaki megéli ismételten azt, hogy a másik ember megengedi magának, hogy agresszíven bánjon vele, hogy bántalmazza verbálisan, vagy akár fizikálisan, és ő ezt elszenvedi, és ezt az áldozati magatartásba belemegy, a teljes repertoárba, és amikor nagyon elfárad, és amikor nagyon fáj, akkor valahogy kijön belőle. És Isten tudja miért, újra egy ilyen kapcsolatban van benne, újra egy ilyen kapcsolatban. Mert ahogy mondtad, az az ismerős, tehát függetlenül attól, hogy nem túl jó, de az az, ami a komfortzónán belül van. És ide csak még egy gondolatot, hogy lehet, hogy tényleg messze visz, hogy én úgy vélem, hogy ilyenkor van egy belső üresség. És ezt a belső ürességet valamit be kell töltse. Na most tényleg nagyot ugrok visszamenőleg, de gyerekpszichológus is vagyok, hogyha ha valakit a gyerekei, a szülei nem biztonságosan szerettek, ha nem nyújtották azt a elég gyakran feltétel nélküli szeretetet, ami neki az én határokat segített megteremteni gyerekkorában, akkor egy olyan kötődési mintája van, hogy neki azt tölti be ezt a belső ürességet és űrt, amit gyerekkorában megtapasztalt. Például, hogy üvöltöznek vele, vagy például az, hogy kíméletlenek vele. És ameddig ezzel nem néz szembe, addig nem tud tovább lépni, mert ez adja a komfortzónájának. Hú, de kemény témák ezek hajnak. Én is, hogy elkezdtem a kötődés elméletbe egyre mélyebbre ásni magam, itt akár az elkerülő, igen, vagy a szorongó, és akkor még az ambivalens vonatkozását, igen, behozni akár mindkét vetületnek. Pontosan. Döbbenetes, hogy milyen önbeteljesítő jóslattá generálja az ember az adott kapcsolatait, azáltal, hogy az az ismerős a gyerekkorából, igen, amit pontosan mondtál, és megteremti újra magának azokat a körülményeket. És újra, és itt van az, amikor így, ha mégiscsak szembenézek vele, segítséggel, nyilván szakmai segítséggel, akkor túl tudok ezen lépni. És hogy a fejlődés, azt mondják, hogy a szeretet az azért nagyszerű dolog, mert hogy célja van, valakit akarok szeretni, vagy valamit, de én a valakire gondolok. Ez a valaki lehet egy többes, tehát egy közösség, és lehet nyilván egy adott személy is, és hogy elkötelezettség van benne, és hogy fejlődéssel jár. Na most milyen izgalmas, hogy egy másik szempontból, ezt edzés elméletből tudjuk, hogy a fejlődés az mindig fájdalmat jelent. Tehát a komfortzóna átlépése az egybe fájdalmat is jelent, de csak itt tudok fejlődni. Most nem olvastam fel a bemutatásnál, csak annyit mondtam rólad, hogy klinikai szakpszichológus vagy, de hogy utaltál rá, hogy gyermekpszichológus vagy, is vagy. Itt van előttem a lista, hogy mennyi minden is vagy. Én most ezzel nem húztam az időt. Nem, de most azért jutott eszembe, hogy ezek közül is egy-egy témát mindegyikből fel tudnánk hozni, ami szorosan kapcsolódhat az eddigiekhez, hogy mik azok, amikkel foglalkozol, mert itt a párkapcsolati vonatkozásban is most, ha megnézzük azt, hogy milyen mintákat hozunk, és akkor ez megint most a pandémia által még inkább felerősödik, és ez exponenciálisan jelentkezhet, hogy van egy alapműködés egy adott kapcsolatban, valahogyan együtt van egy pár, és ehhez a külső tényezők változásával ez felerősíti a gyenge pontokat, vagy felerősítheti a gyenge pontokat, és tovább nő a feszültség, tovább fokozódik az a frusztráció, és ez most mondjuk úgy tetőzhet ebben abszolút az időszakban. És az előbb is kérdezted, és ezt szépen kifelejtettem a válaszból, illetve a gondolatmenetemből, hogy akkor mit tudok kezdeni egy ilyen helyzettel saját magam. És így sokat dolgozunk a férjemmel, ha ennyi személyes belefér szakmában, és ezt egy frászkarika nevű módszernek neveztük el. A frászkarika amúgy egy izgalmas dolog, én azt hittem, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy mondás, de kiderült, hogy ez már az 1800-as években egy ilyen perec volt a népi gyógyászatban, amit 9 családtól 9 nap alatt gyűjtöttek össze lisztet, abból sütöttek egy nagy perecet, és aki frászban volt, vagyis beteg volt,
azon áthúzták, miközben imádkoztak, és akkor mire áthúzták, az illető meggyógyult. Ez gyönyörű, nem? Még ha a placebo hatást beleveszük, akkor is konkrét gyógyulások vannak, a tapasztalat szerint. Úgyhogy ezért neveztük el frászkarikának, mert hogy ugye Popper tanárról is tudjuk, hogy egy negatív érzelmet nem lehet egy pozitív érzelemmel, szóval nincs rá hatással egy pozitív érzelem. Tehát ha én rosszul érzem magam, akkor hiába mondom, hogy jól érzem magam, jól érzem, ne, hát azt mondja a tudat alatt, hogy ne viccelj már, rohadtul érzed magad, tehát hogy mit hazudsz nekem. Mert hogy belül fut egy program, ami ismétlődik, itt bele van a komputerbe írva, hogy rosszul érzem magam. És még nagyobb frusztrációt hoz, és még nagyobb feszültséget pontosan. Viszont azt is tudjuk, hogy egy pozitív gondolat, az viszont képes egy pozitív érzést előhozni. Tehát a tudatosság, amit te is annyira fontosnak tartasz, az számomra ebben a pillanatban nagyon jól megragadható, hogy mondjuk valamiért oltári dühös vagyok. Tehát megint az utánágazás, lefut a szokásos program, dühöngök, becsapom az ajtót, ott hagyom az illetőt, még 2 órán keresztül nyomom a sódert magamba a belső beszédemmel, és egyre rosszabbul érzem magam, el van rontva a napom. Vagy pedig az van, hogy dühös vagyok, azt mondom, ja, most dühös vagyok, beazonosítom, hogy ez az, úgy néz ki, maga kalamár hajnalka a dühös. És akkor magamban úgy döntök, hogy de most nem futtatom azt végig, csinálok valami mást. És ez a tudatosságnak az egyetlen pillanata, ennyire van szükség, hogy valamire tudatosan jóra gondoljak. Hogy milyen jó, hogy megismertem ezt az embert, és tovább tudok menni például. Vagy miért vagyok hálás ebbe a pillanatba? Bölcsek mondják, hogy a tanításért mindig hálásnak kell lenni. És hogy ahogy egy jó dologra gondoltam, kognitív szinten, az már elő tudja hozni a jó érzést. Ja, hát én annyira vagány vagyok, hogy tovább léptem és kész, semmi köze a mai napomhoz, és akkor ez az érzés tud generalizálódni, és amire meg vagyok győződve, hogy minél többször csinálom meg ezt a tudatos átbillentést, annál könnyebb. Tehát nem kell, az én világomban az van jelen, Péter, amit hagyom, hogy jelen legyen. Fasz! Milyen erős szavak ezek, de tényleg milyen sokszor robotpilóta üzemmódban vagyunk, és ugyanazokat a játszmákat visszük újra és újra, amikor a tranzakcionalizissel elkezdtem megismerkedni, és saját magamon, tehát nem az volt a célom, hogy megnézzem, hogy az emberi kapcsolataimban ők mit csinálnak, hanem az, hogy én hányszor megyek át egy hisztis gyerekbe, hányszor nem tudok megmaradni a felnőtt minőségembe, és mondjuk elkezdek szülőként dominálni, és elkezdek egy autokrata viselkedést produkálni a gyerekeimmel szemben, hogy majd én azt tudom, és hogy milyen hihetetlen játszmákat generálunk, és akkor tényleg ez a tudatosság, amire többször utaltál, ez, hogy átbillentem, és nem futom le még egyszer azokat a köröket. Én azt vettem észre hajnalka, tényleg saját magamon gyakorolva most már évek óta, hogy ez végtelenül egyszerű, és nagyon nem könnyű, nem tudom, te hogy látod, mert ez a több évtizede futó program, ez olyan szinten be tud szippantani, hogy jön egy ilyen trigger, és már azt veszem észre, hogy már az 5. lépcsőnél vagyok megint, nem hogy a küszöbön lépnék át, hanem már gurulok lefele a lépcsőn, és már megint ott tartok, hogy megint elkezdtem a saját magam kis drámáját játszani. És milyen ambivalens a gondolat, hogy szeretned kell magad, szeretnem kell magam ahhoz, hogy ezt a tanulási folyamaton végigmenjek, hogy ezt a tanulási folyamatot bevállaljam. Tehát az egyszerűbb út, hogy a szokásos programot futtatom le, de akkor mi történik velem? Egy énrombolás. Mi történik azzal, akivel ezt csinálom? Egy énrombolás. Meg a kapcsolatunkkal is. És ha eléggé szeretem magam, ha esetleg az, amit nem kaptam meg gyerekkoromban, azt újraépítem magamban, akkor nem csak nekem lesz jobb, hanem jobb lesz a környezetemnek, nem? Abszolút. Olvastam valahol egy ilyen megközelítést, és annyira tetszett, hogy egységnyi önismerethez mindig kell, hogy tartozzon egységnyi önelfogadás, önszeretet. Pont amit most mondtál, ez villant be, mert én beleszaladtam abba is, bocsánat, hogy most túl sok ilyen személyes vonatkozást hozok be, hogy amikor elkezdtem így nagyon intenzíven az önfejlesztéssel foglalkozni, akkor utána még többet marcangoltam magam a hibáim miatt, hogy ezt is elszúrtam a gyerekemmel, ezt se jól csináltam, hát milyen szülő az ilyen,
holott azt gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült megfejlődni, de hogyha nincsen hozzá az önelfogadás, egységnyi önelfogadás, akkor az ember megint elindulhat ebbe az önmarcangolás, bűntudat, és akkor már ott járunk, hogy egy alacsonyabb rezgéstartomány, és megint csak könnyebben hozzuk be ezeket a játszmákat, ezeket a már-már ismerős szituációkat. Hát saját magunktól tudunk nagyon sokat tanulni, meg szintén nagyon ritka kifejezés mostanában, én legalábbis ezt tapasztaltam, a példakép kérdés. És hogy mostanában kezdtem azon gondolkodni, hogy egyáltalán milyen példaképek vannak jelen. Például most így, hogy pandémia kapcsán is, mikor minden megbolondult, én így visszamentem a saját családomba, és például rátaláltam a dédanyámra, az anyai dédanyámra, akinek a története csak annyi, ami ide tartozik az első világháború idején, hogy akkor is volt egy járvány, és sajnálatos módon több gyereke meghalt rövid idő alatt, és a dédapám a járványba, és ő egyedül volt otthon, egyedül tartotta fenn a gazdaságot, mert a dédapám a fronton volt. És a családi legendáriumból ismerem a történetét, hogy amikor már nem bírtam, amikor már meghalt, azt hiszem, a harmadik gyerek is a történetet, akkor befogott a lovakkal a szekérbe, összecsomagolt egy csomó kaját, és elment egyedül a frontra, és ennek egyetlen egy oka volt, meg akarta találni a dédapámat, a gyerekek apját, hogy elmondja nekik, hogy mi történt. És megtalálta, kikötötte a lovat, egy darabig ment egyedül gyalog, megtalálta a lövészárokba a dédapámat, és egy éjszakát ott volt vele a lövészárokba, és sírtak, imádkoztak, és aztán reggel meg visszament a szekérhez, befogta a lovakat, és hazament, és csinálta tovább, tette a dolgát. És hogy én azt gondolom, hogy én sok erőt kapok tőle. Sok erőt kapok tőle, de meg vagyok győződve, hogy mindenkinek van az életébe, a jelen szeletébe is az időnek olyan ember, akitől tud tanulni, vagy akitől így el tud lesni példákat. És az segít. Mert azért van bennünk egy ilyen kezdeményező erő, egy motiváció, hogy hát ha ő jól tudja csinálni, akkor én miért ne? Hát ha ő tanul 50 évesen, akkor én miért ne tehetném meg? Ha ő föl... Hányszor biztos te is hallod, hogy azért nem házasodom meg, vagy nem megyek férhez, mert nem látok magam körül jó kapcsolatot. Mert hogy nem működnek a kapcsolatok, de vannak, és hogy nagyon tisztelnivaló, amikor valakinek nem sikerül, aztán újra megtalálja saját magát. Egyedül vagy párba. Tehát az építkezés az, ami a példa, nem a státusz. Azért hallgatok nagyokat, mert közben eszembe jut, hogy amikor iskolákban tartottam még a pandémia előtt előadásokat, akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy mi a legnagyobb kihívás most az életükben. És alapvetően kettő dolgot mondtak hajnak. Az egyik az az, hogy van bennük egy megfelelési kényszer. Igen. Tehát a világ üzen feléjük egy olyan tökéletes elvárást, egy olyan makulátlan képet, hogy mindenki boldog, hogy mindenki olyan nagyon jól érzi magát a bőrében, és hogy ő meg nem, és itt elindul benne egy frusztráció emiatt. A másik pedig, amihez kapcsolódik, amit most felvetettél, hogy nincsen példaképük. És ezt, amikor szülőknek beszélek erről előadáson, akkor látványosan nem esik jól nekik, mert azt mondják, hogy de hát én akarok a példaképe lenni a gyerekemnek. És nagy szeretettel elmondják ezek a fiatalok, hogy ha belenézek az anyukám szemébe, akkor látom, hogy nem boldog. És ha az apukámébe, akkor azt is. És szeretem őket, de én nem akarok így élni, és egy olyan mintát szeretnék látni. Képzeld el, tartottam egy mentorprogramot, rengeteg főiskolás egyetemista volt ott, és amikor a téma volt a kérdés, hogy mi legyen, hihetetlenül meglepő módon a gyereknevelésről akartak, hogy arról szeretnének tanulni úgy, hogy egyiküknek sem volt még gyerekük. Mert azt mondták, hogy ők szeretnék jobban csinálni, másképpen csinálni. És ez nem kritika, mert egyszerűen nézd meg azt, hajnak, hogy milyen mintákat hozunk. És a példakép szerepe az szerintem nagyon is fontos, én úgy gondolom, egyetértek veled maximálisan, és azt látom én is, hogy hála Istennek, hogyha keresünk, akkor találunk, és lehet találni olyan követendő példákat, legyen szó párkapcsolatról, vagy az élet más vonatkozásaiban. Üzleti élet, ahol azt mondjuk, hogy aki sikeres, az biztos, hogy lopcsal hazudik. És én elkezdtem tudatosan keresni azokat az üzletembereket, akik makulátlanok, akik segítenek, akik emelik, és a kompenzáció törvénye visszahat rájuk, és ebből lesz egy egzisztenciális sikerük. Mert hogy bennem is bennem volt ez a program, hogy a gazdagok rohadékok, és hogy ezzel
vagy azonosulok, és akkor én is távol tartom magam attól, hogy az értékteremtés is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogyha több embernek segítesz, akkor a kompenzáció azt fog eredményezni, hogy visszaszáll rád. De hogyha van benned egy ilyen paradigma, hogy a példaképek hiánya miatt, vagy a hibás példaképek miatt, akkor ezt el fogod szabotálni fogod az életedből. Abszolút. Azért vagyok csendben, mert téged hívtalak beszélgetni, és lehet, hogy most a szokásosnál aktívabb vagyok, de olyan jó veled beszélgetni, és indukál bennem is egyfajta megnyilvánulást, ha nem bántó számodra, akkor én is hozok néhány példát. De, sőt, hát beszélgetünk. Tehát, hogy ez csak így jó, és nagyon elgondolkodtat, amit mondasz, mert hogy ugyanezt tapasztalom, tehát a gyerekeknél a leggyakoribb tünet, amivel találkozom, az a szorongás, mégpedig az elvárással kapcsolatos szorongás. Tehát az iskolai képzés, a sport is egy elvárást hoz a gyerek felé, és a megfelelni vágyás az erős, közben szembesül a saját gyengeségeivel. És hogy ezt föloldani, ehhez szükséges egy szeretetteljes időtöltés. És én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb kincs, amivel rendelkezünk, az a saját időnk, amit hogyha azokra az emberekre fordítunk, akiket szeretünk, akkor az megsokszorozódik, és az egy nagyon jó tőkebefektetés. De már vissza is értünk oda, amit mondtál, hogy a versengés helyett... Igen, az együttműködés. Meg hogy... Hát ez nagy szó megint, de te hoztad be, hogy mi dolgom a világon. Tehát, hogy mi az én életfeladatom. És azért mondtam az előbb az építkezést, tehát olyan embereket példának tekinteni, akik fejlődnek és építkeznek, mert van, akinek a család a dolga, van, akinek az a dolga, hogy létrehozzon például anyagi eszközöket, tisztán és szeretettel, van, akinek meg egészen más például a tanítása dolga. És hogy ha azon az úton vagyok, ami az én dolgom a világban, akkor jól érzem magam. És ez sugárzik. Nem? Abszolút, és megint a tegnapi előadás jut eszembe, mert egy motivációs előadásnak indult, aztán nem lett túl vidám, mert ilyen témákat hoztam fel sokszor költői kérdés formájában, hogy amikor reggel kinyílik a szemed reggel, ezt most duplikáltam, tehát annyira akartam nyomatékot adni ennek, tehát tudatosulsz, hogy te vagy, tudatosul benned, hogy ez a te életed, ez mennyire tölt el örömmel, mennyire tölt el jó érzéssel, hogy de jó, én vagyok, ez az én életem, vagy mennyire érzed azt, hogy mi a francnak nyílt ki a szemem? Mert ez teljesen más utat fog az egész napra eredményezni, teljesen másképp fogod érezni magad a bőrödben. És ezért azt gondolom, hogy kutya kötelességünk, hogy megtaláljuk azt, hogy mi a mi küldetésünk, hogy mi a dolgom a világban. De hát ehhez segítségre van szükség. Meg példákra. Példákra, segítségre, és még egyszer mondom, hogy időre, amit szeretettel eltöltünk. Én egyre inkább úgy érzem, tudod, saját életemben is, hogy amikor elérkeztem ilyen keresztutakhoz, ilyen megtorpanásokhoz, vagy hogy újra kellett teremteni magam, hiszen volt olyan, amikor jobban jelen voltam üzleti életben, nem annyira a szakmámban. És amikor befejeződött az a szakasz, szeretettel tudtam lezárni, akkor újra kellett teremtsem magam a szakmában. Volt olyan időszak, amikor a gyerekeim megnőttek, felnőttek lettek, és akkor újra kellett magam teremtsem a saját felnőtt világomban. A szülőidentitás után. Igen, pontosan. Egy másik szerepbe kellett újra teremtsem magam. Volt, amikor anyagilag kellett újra teremteni magamat, és hogy ezek mind, tehát amiket én mondtam a fejlődésről, a platóról, a kudarcokról, azt a saját életemben is ugyanígy megtapasztaltam. Fájdalmas volt, nehéz volt, és nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek abba, hogy itt tovább lépjek, azoknak a könyveknek. És ezért sajnálom sokszor, amikor azt tapasztalom, hogy egyre kevesebben olvasnak. Én ezért imádom ezeket a beszélgetéseket is, mert hogy múltkor mondtam Zolinak egy ilyen hosszú forgatási nap végén, hogy ha ezek a beszélgetések be se kerülnének sohasehova, én már akkor mosolyogva alszom el, mert azt érzem, hogy ez egy ilyen lélekemelő dolog, és hogy ez azért fontos, mert az életem bizonyos szakaszaiban voltam, beleszaladtam abba, hogy az érdekelt, hogy hányan fogják nézni, az érdekelt, hogy hány ember lájkolja, bedarált egy kicsit ez az egész, és most úgy örülök, hogy ilyen értékes emberekkel beszélgethetek, mint te is, és olyan lélekemelő témákat tudunk behozni, ami inspirálhat, ami kicsit megcirógat belülről, és egy picit elgondolkodtat, és ha nem is
fizikálisan, de virtuális világon keresztül így együtt lehetünk. Együtt lehetünk, és együtt működhetünk, és már is ott vagyunk az emberi lét alapjánál, a szeretetnél. Igen, és a botnak a két vége, mert most ugye onnan indultunk, és a felvezetésben is ezt mondtam, hogy a stressz, a szorongás, a félelem különböző formái, ami szűkít, és van egy bőség irány, ami a szeretet és az elfogadás és az együttműködés, és hogy emellett nagyon fontos szerintem az, hogy még egy picit foglalkozunk azzal, kérlek szépen, amiben te nagyon erős vagy, hogy ilyen praktikus megközelítések, ami gyakorlatias lehet abból a szempontból, hogy mik lehetnek azok az egyszerűbb ilyen, ahogy te fogalmaztál, kognitív módszerek, amikkel tudok saját magamnak segíteni, hogy egy apatikusabb állapotból átfordítsam, nem elfojtva, nem tagadva, nem leborítva ilyen sziruppal, hanem ahogyan mondtad, hogy a pozitív gondolat az hozhat egy jobb érzést, és így akkor elindulhatunk egy pozitív spirálon. Annyira egyszerű, hogy szerintem ezért nem veszik nagyon sokan komolyan a dolgot, mert hogy mondok néhány apró példát. Tehát, ugye, nagyjából ahhoz, hogy egy szokásnak az alapjai kialakuljanak, hogy kezdjen rutin lenni, az egy ilyen 3 hét minden nap tudatosan figyelek rá. Ez nem azt jelenti, hogy utána automatikusan működik, de utána már sokkal könnyebb. Ha 3 hétig az ember a haját másképpen fésüli minden nap, akkor az úgy elkezd arra beállni, ha csak nem a forgónál közelítek. Na most, példán a kokáért, hogy ha én minden nap reggel úgy ébredek, ahogy az előbb elmondtad, hogy hálás vagyok a létezésemért, és hálás vagyok azért a napért, ami következik, és azt mondom, hogy ma egy nagyszerű napom lesz, milyen egyszerű mondat, akkor ez hatással van az egész napi élményvilágomra. Én úgy indulok, hogy nekem jó lesz, de minden nap meg kell ezt tegyem. Vagy, hogyha képes vagyok arra, hogy a nap végén 10 dolgot leírjak minden nap, ami jó történt velem. Nem fontos dolgokat, hanem akármilyen apró dolgot. De viccesen ezt tyúkmódszernek hívják, biztos te is tudod, mert hogy a tojásból 21 nap alatt kell ki a kis csirke, és hogyha, nem tudom, egy pár grammos agyú tyúk képes arra, hogy addig üljön a tojásokon, akkor talán egy felnőtt ember a 1,5 kilós agyával szintén képes 21 napig, nagyon kevesen tudják megtenni. Mert a szabály az, hogyha egy nap csak 5-öt írtam, kezdődik előről az egész. Tehát mondjuk esténként, de nevezhetjük ezt simán egy hálalistának is, amit aznap elkészítek. Mi történik akkor? Egyszerűen a napi látásomat átszínezem, és nem azokkal foglalkozom napközben, ami rossz történik velem, hanem gyűjtögetem az esti listámat, hogy egyszerűbb legyen összeírni. Vagy, hogy fölírok saját, ezeket mind saját magam is csináltam, hogy ilyen névjegykártyaszerűen, te is, fölírok jó dolgokat önmagamat illetően, hogy miben vagyok jó, és azt így naponta így átpörgetem. Amikor van 3 percem, tudatosítom magamba, hogy én egy szeretetreméltó ember vagyok, hogy kezdeményező vagyok, hogy mosolygok, hogy szívesen köszönök másoknak, és ezek megtörténnek. Vagy egyszerű, ha szorongok, akkor úgy tűnik, hogy a szorongás az egy ilyen kivéthetetlen, ellenséges valami. Nem, mindenki szorong. A kérdés az, hogy mit kezd a szorongással. Például egy egyszerű légzéstechnika, hogy 5 erős belégzés, lassú kilégzés, és közben csak befele figyelek. Az a szorongás okozta feszültséget jelentősen oldja, és nem tudnak kialakulni az erősebb szorongás, úgynevezett pániktünetek. És akkor mehetnénk tovább a relaxáció irányába, a meditáció irányába, ezek már nyilván bizonyos gyakorlást igényelnek. De hogy ezek a kogníció az annyi ebbe az egészbe, hogy van egy elképesztő eszköztár, de hogy használjam. Tehát amikor sportolókkal dolgozom, akkor megkérem, figyelj, annyi motivációs videó van, minden nap nézzél meg egy 3-4-5 perceset, csak 5 perc az életedből, ami motivációs videó. Más lesz a napon. A kérdés az, hogy megteszi, vagy nem teszi. Megteszem, vagy nem teszem meg. Tehát a tudatosság, mert egy hatalmas eszköztár áll rendelkezésre. Nekem annyira megdöbbentő volt, amikor megismerkedtem a retikulációs aktivációs rendszer jelenlétével a működésünkben, hogy mi az, amit észreveszek, igen, a világból. Pontosan.
hogy hol van az én figyelmem, és mi az, amit észreveszek a világban, mert hogyha azt mondom, tényleg ez a mondat, én ma reggel is így kezdtem, hogy hiszem, hogy ma rengeteg csodálatos dolog fog történni velem, és mire leérek a lifttel, mire elindulok az autóval, már addigra összetudok számolni 5-10 dolgot, ami milyen jó, hogy megtörtént, amiért hálás lehetek, aminek örülhetek, és teljesen máshol van a fókusz. És az is igaz, mert hogy ha valaki azt mondja, hogy ez egy hülyeség, igen, ez egész nem működik, akkor az ő figyelme ott lesz, pontosan, és erre fog visszaigazolást találni. Tehát tényleg igaz ez a mondás, hogy akármelyik oldalt nézed, igazad lesz. Hogyha azt mondod, hogy ez, amiről mi most beszélgetünk, ez egy badarság, akkor nek számára ez lesz az igazság, és ez fog működni, és azt fogja észrevenni a retikulációs aktivációs rendszerével, hogy mennyi szörnyűség van a világban. Pedig hál' Istennek sokkal több napsütés van, mint hurrikán. Pontosan. Hát az öttéglás modell, legalábbis én így hívom, gondolat, a gondolathoz kapcsolódik érzelem, az érzelemhez kapcsolódik cselekvés, hiszen amit gondolok és érzek, azt szívesen csinálom, ezekből kialakul a szokás és az eredmény, mindezeknek a következménye. Na most ezért van az, hogyha úgy gondolod, hogy sikerül, vagy ha úgy gondolod, hogy nem, mindenképpen igazad lesz. De nem a cselekvés szinten kell beavatkozni. Pedig ott akarják kezdeni az emberek. Legtöbben, hogy rossz a matek jegyet, korepetálunk. De hát közben a gyerek azt gondolja, hogy rossz matekból sose lesz tartósan jobb eredménye, és ugyanígy vagyunk felnőttek is. Tehát a gondolat és az érzelem az, ami meghatározó lesz. Órákig tudnék még veled beszélgetni, hajnalka most nagyjából ennyi fért bele, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten is várunk titeket. Hajnalka, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.